Egy kalandnak indult 2017-ben a 24 óra vers a laborkafé önkénteseinek körében. A személyes jelenlétet a Covid alatt az online lehetőségek váltották fel. Ma már hibrid formában mindkét közösség képviselteti magát az egésznapos rendezvényen. Itt a helyszínen egészen az aktívkorú dolgozó embertől a nyugdíjason át a középiskolásig szoktak megjelenni a térben, inkább jellemzően a délutáni órákban és délutántól az éjfélig tartó időszakig. És egyébként az online térben jellemzően a mondjuk pedagógusok küldenek a tanítványokról videót, mondjuk akik zenés verset adnak elő, vagy mondjuk a szülők a gyerekeket veszik rá, hogy mondják el az iskolában megtanult verset. Nem is kellett sokáig várni. A nyíregyházi Waldorf iskola 10. évfolyamos diákjai érkeztek nagyobb létszámmal. A fiatalok eleinte kicsit bátortalanok voltak a kameránk előtt, ezt a tanárnőnek kellett megtörnie. Mi az a hang, amely befonja álmunk? Nem tudom, de csak remélem mindig. S az éberlét útjára visszaholva tudom, hogy szívós leszel, mint fának kéreg, s mint a folytonos veszélyben, bajban élő vadférfiak, fegyvert, s hatalmat érő nyugalma nyugtat. Ezt a verset egy görög származású fiú írta egy táborozás alkalmával. Volt viszont, aki Radnóti költeménnyel érkezett. És az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap egy kőre léptem én. Én itt a kő, de föntről e kő sem látható. Nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. A Magyar Költészet napja április 11-e, József Attila születésnapja, így nem csoda, hogy ő az egyik legtöbbet idézett költő ezen a napon. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. József Attila és Radnóti, ők viszik a pálmát. Nagyon sokan szeretik Dzsida Jenőt, Áprili Lajost, Szabó Lőrincet, úgyhogy az ő műveiket szoktuk hallani legtöbbször, és hát vannak az újak, az új kortárs szerzők is, akiket általában a gyerekek, a fiatalabb korosztály, Lackfi János, Varró Dániel, tehát az ő műveiket inkább a fiatalabb korosztály, de ők is előbukkannak. Sőt, egyre többször van olyan is, aki inkább saját verset mutat be ilyenkor, mint például az egyik waldorfos diák. Vasból vagy, hideg üres vasból. Mit érdekel téged, kinek értét ontod? Vasból vagy, fáradt Isten markol. Mit érdekel téged a világrendje mától? Vasból vagy, vértől mocskos vasból. Mit érdekel téged, mely végtagot vágod? Vasból vagy, de fegyver mi bántott? Mit érdekel téged, mi ügyért harcolsz? Vasból vagy, hideg üres vasból. Kit érdekel téged, mi bántott a nyomor? Vasból vagy, tüzes égő pokol. Kit érdekel, hogy lettél szívet tépő kardforn? Vasból vagy, bántott szegény ámbor. Kit érdekel, hogyan szenved Plátón? Vasból vagy, tűzből edzett vasból. Mit érdekel téged a világrendje mától?